mindenkinek először is szeretném megköszönni a meghívást. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Aztán nagyon fontosak az ilyen jellegű találkozók. Nevezzük gyűjtőfogalommal a nyári egyetemnek. Ce genre d'université d'été, de rencontres estivales sont très importantes. Mi Magyarországon is több ilyet tartunk. El egyik leghíresebb a Erdélyben, egy erdélyi kis településen tartott szabad egyetem, amelyet nem az egyház szervez ugyan, de a keresztényeknek komoly szerepük van mindig. Nous en avons aussi donc des universités d'été en Hongrie, notamment une en Transylvanie, c'est aujourd'hui la Roumanie, mais il y a beaucoup de Hongrois, qui n'est pas organisée par l'Église, mais qui donne toute sa place aux chrétiens. Nemrég azon vettem részt, most pedig örömmel jöttem. Szerettem volna egy pár napot itt eltölteni, de úgy jött ki, hogy most jöttem, és holnap reggel megyek is vissza. Úgyhogy... Donc j'ai pris part à cette autre université d'été. Me voici maintenant ici avec plaisir. Malheureusement, j'aurais voulu rester plusieurs jours, mais je devrais partir demain matin. A kérdésnek, amelyel kapcsolatban meghívtak, egyáltalán nem vagyok szakembere, csak a saját véleményemet, tapasztalatomat tudom megosztani, ezt örömmel teszem. Le sujet sur lequel je vais m'exprimer, je n'en suis pas un expert, mais je vais m'exprimer en tant qu'individu, vous donner mon propre point de vue. Ne jegyenek meg, nem az életrajzomat mondom el, csak annyit, amennyi a témával kapcsolatban fontos talán. Avant toute chose, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire mon CV entier, mais vous donner quelques éléments pour comprendre le contexte. 10 éve vagyok püspök Szegeden, dél-kelet Magyarországon, szerbi és a román határ mellett, ahol az utóbbi években, amit migrációnak nevezünk Európában, Magyarországon ott fokozottan tapasztaltuk folyamatosan. Donc ça fait 10 ans que je suis évêque à Szeged, dans le sud-est de la Hongrie, près de la frontière entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie, où le phénomène migratoire a pu être récemment expérimenté. Előtte 21 évig voltam Esztergomban, Magyarországnak a történelmi fővárosában. Avant cela, j'ai été pendant 21 ans à Esztergom, dans le nord de la Hongrie, qui est une ancienne capitale hongroise. Ugyanazon a plébánián káplán, majd plébános, közben teológiai tanár, szemináriumi rektor, meg segédpüspök is. J'ai été successivement... De végig plébánián voltam 21 évig plébános. J'ai été successivement professeur de théologie et rektor. Milyen rektor volt? De a legfontosabb, hogy végig plébánián voltam. Igen. Nem vagyok biztos, hogy a latin vagy az angol szót. Parish priest. Oui, il était pendant 21 ans, donc prêtre à Esztergom. Gyerekkoromban majdnem 5 évet töltöttem Indiában. De mon enfance, j'ai passé 5 ans en Inde. Édesapám kohomérnök volt, és egész család ott volt. Mon père était ingénieur et toute la famille était là-bas. Ez még a kommunista diktatúra vasfüggöny mögötti élet idejében volt. C'était encore du temps de la vie derrière le rideau de fer en dictature communiste. És Indiában egy szalézi missziós iskolába jártam. Milyen? Szalézi János. Et donc j'étais dans une école de missionnaires salésiens. Ott óriási élményem volt, hogy egy olyan kultúrában, amely nem keresztény kultúra, nem európai kultúra, 1200 diák között ketten voltunk fehér emberek a bátyámmal. J'ai pu vivre l'expérience d'être avec mon frère, donc nous étions les deux seuls blancs parmi 1200 élèves, au sein d'une culture ni européenne ni chrétienne. Az osztályban voltunk 35-en. Nous étions 35 dans la classe. 6-an katolikusok. 6 katolikus. A többiek hinduk, szikkek, buddhisták. Les autres étaient hindous, szikk, muzulmánok, etc. És mégis az iskola tökéletes katolikus szellemben működött. Et pourtant l'école fonctionnait en tant qu'école catholique parfaitement.
Volt lehetőségem megismerni Teréz anyát is. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mère Thérèse. Iskolai önkéntes csoporttal hetente dolgoztunk neki. Donc, on travaillait en tant que groupe d'école volontaire une fois par semaine pour elle. Később hazajöttünk, 1981-ben szenteltek pappá. Nous sommes plus tard rentrés donc en Hongrie. Je suis devenu prêtre en 1981. Előtte összejött a család. La famille s'est unie avant. És a bátyám, a felesége és az édesanyám emigráltak, disszidáltak, akkor csak illegálisan lehetett Ausztráliába. Et une partie de sa famille, donc sa mère et son frère notamment, sont partis en Australie. Nem gazdasági okok miatt, hanem kifejezetten a diktatúra szellemét nem akarták viselni. Ils ont fui pour éviter la dictature qui avait lieu en Hongrie à l'époque. És amiért ők elmentek, én azért maradtam. Et la raison qui les a fait partir, c'est la raison qui m'a fait rester. Na, ekkor még a vasfüggöny mögött élt ugye a úgynevezett keleti blokk. Donc à l'époque, le bloc de l'Est, le dit bloc de l'Est était toujours derrière le rideau de fer. És amikor eljött az úgynevezett rendszerváltás, 90-ben szabadság. Et lorsqu'en 90, il y a eu le changement de régime, comme on dit. Akkor nagyon irigyeltük az úgynevezett nyugat-európai társadalmat. Nous étions très envieux de l'Europe occidentale. Gondoltuk, hogy egyik napról a másikra nem lehet felzárkózni. Évidemment, on était conscient que d'un jour, on ne pourrait pas d'un jour à l'autre attraper le retard et les égaler. De akik egy kicsit gondolkodtak is, azok tudták, hogy a fogyasztói, akkor fogyasztói társadalomnak hívták, ez volt a Mais certains étaient déjà conscients que la société de consommation n'était pas non plus le paradis. És talán egy kicsit durvának tűnik a túl sarkos a megfogalmazás, de valóban a fogyasztói társadalom átment ma Európában a nihilizmus diktatúrájába. Et c'est peut-être une formulation un peu dure, mais aujourd'hui la société de consommation est devenue une dictature du nihilisme. Egy kis önkét, egy kis önkritikával, megint csak még az előzményeket szabad, egy kis önkritikával azt kell mondanom, hogy el kell ismernünk, hogy az európai kereszténység egy kicsit formálissá, álszentté képmutatóvá vált. Nem mindenki természetesen, de Et avec un peu d'autocritique, il faut bien avouer que l'Église est devenue un peu hypocrite. Pas tout le monde, évidemment, mais une partie de l'Église est devenue hypocrite. Pour beaucoup, le christianisme ne signifiait plus que la culture ou la tradition. Aujourd'hui, c'est encore pire. Même cela, beaucoup ne l'assument plus. Pedig Európában a keresztény gyökerek egy olyan adottság, amely tény. Pourtant, les racines chrétiennes de l'Europe sont un fait. Ahogy mondta valaki, Európában még az ateista is keresztény, ha tetszik, ha nem. Comme le disait quelqu'un, en Europe, même l'athée est chrétien, que ça lui plaise ou non. De amikor olyasmivel találkoztunk, hogy mindannyian hallottuk ezt, hogy itt a Oxfordban az önkormányzat karácsonykor eltiltotta a Christmas szó használatát, hogy Krisztusról még csak szó se legyen. Mais quand on arrive à des exemples comme celui d'Oxford, où à Noël le mot de Christmas a été interdit, prohibé. Vagy amikor sok helyen Európában a keresztet tiltják, mondjuk nyilvános helyeket. Ou quand on en vient à interdire en beaucoup de lieux en Europe la croix des lieux publics. Akkor azt látjuk, hogy valami tragikus identitásvesztés történik. On constate une terrible perte identitaire. Aminek valószínű vannak ideológia oka is. Qui a évidemment, ou très vraisemblablement, des raisons idéologiques. Ma azt divatos egyes politikai körökben hangsúlyozni, hogy egyenlő távolságot kell tartani az értékektől. Dans certains groupes politiques, aujourd'hui, on entend qu'il faut
relativiser, garder une distance avec toute valeur morale. Ez az, amit az előbb utaltam, ami gyakorlatilag egy kötelező értéksemlegesség. Ça qu'on en est à une perte de valeur obligatoire. És valójában pedig, hál' Istennek, még nem fizikai értelemben, de valóban a nihilizmus diktatúrája. Et on n'en est pas encore heureusement au stade physique, mais nous sommes donc dans une dictature du nihilisme. Ehhez jön a politikai korrektség, a PC-toknak a maszlaga. À ça se rajoute le politiquement correct. Amit azért találta ki, hogy az igazságot ne kelljen kimondani, és lehessen hazudni úgy, hogy nem tűnik hazugságnak. Et qui a été inventé pour ne pas dire la vérité et pouvoir faire passer les mensonges pour des vérités. Nekünk keresztényeknek igazából nem tudnak azonban újat mondani. Mais à nous, chrétiens, ils ne peuvent pas, nous apprendre quelque chose de nouveau, nous dire quelque chose de nouveau. Nous connaissons tous des évangiles lorsque Jésus dit oui, non. Más egyéb esetben meg azt mondta, hogy nem csak az gyilkol, öl, aki ezt teszi, hanem aki mondjuk azt mondja másiknak, hogy bolond. Magyarul az evangéliumnál nincsen politikailag korrektebb beszéd. Il n'y a pas de plus politiquement correct d'une certaine façon que l'évangile. De az egész más, mint a mai politikusok által használt. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'utilisent aujourd'hui les politiciens. No, a rendszerváltás 90 után ugye azt tapasztaltuk, hogy az úgynevezett kommunista blokk, kelet-európai országok egyre inkább csatlakoztak az Európai Unióhoz. Donc après 90, progressivement, les anciens pays du bloc de l'Est ont rejoint l'Union européenne. Mi főleg Magyarországon, főleg Szegeden, 90-es években megtapasztaltuk a Jugoszlávia szétbomlásának az idején a Balkán háborút. Nagyon sok menekült érkezett Szerbiából, volt Jugoszlávia, tehát Koszó, stb. Déjà dans les années 90, dans l'évêché de Szeged, donc dans le sud de la Hongrie, on a déjà pu expérimenter des flots de réfugiés du fait des guerres yougoslaves. Mais ça n'avait rien à voir avec ce dont on va parler maintenant. Une chose importante aussi, c'est que depuis que les pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint l'Union européenne, beaucoup de jeunes sont partis, ont émigré vers l'Ouest pour travailler. Il y en a eu beaucoup en Hongrie, mais ce n'est même pas de là qu'il y en a eu plus. Mais là aussi, on parle d'un autre type de migration. És azt hiszem, a megoldást elvileg megtaláltuk, a cél meg is volt, hogy ezek a kommunista diktatúrából jött országok zárkozzanak föl, és lehetőleg ne az legyen, hogy mindenki Európában a legmagasabb színvonalú helyekre koncentrálódni akarjon, hanem mindenki a saját kultúrájában, saját helyén gazdagítsa egész Európát. Hogy ez a kommunizmus alatt így volt. Nem, most ez lenne a cél. Most ez lenne a cél, igen. Et que après le communisme, donc l'objectif serait normalement que chacun reste chez soi pour développer son pays plutôt que d'aller là où il pourrait personnellement le plus acquérir de richesses. Ez a mostani migrációs hullám, amit így emlegetünk, ugye Szegeden két évvel ezelőtt kezdődött igazán. Ce qu'on appelle actuellement la vague migratoire, donc qui passe par les Balkans, a commencé donc il y a environ 2 ans du côté de Szeged. Ça a commencé à se faire voir il y a environ 2 ans. Au tout début, il s'agissait de 10, 20, 50, 60 personnes par jour. Donc des camps d'accueil ont été faits pour ces personnes en tenant compte de leur nombre. Ez nagyon gyorsan megnövekedett, nagyon látványosan számokban. Sauf que ça, leur nombre a explosé très rapidement. Egy jó adag, nem általánosan, de egy jó adag agresszivitás is
kapcsolódott hozzá. S'accompagnant d'une importante agressivité, évidemment pas généralisée, mais notable. Például nyilvánvaló az intézkedő rendőröket az irritálta, hogy mondjuk a úgynevezett menekültnél több pénz volt, mint a rendőrnek egy évi fizetése. Ce qui, par exemple, aussi a pu créer des tensions, c'est que, notamment chez les policiers, lorsqu'ils constataient que chez ceux qui se faisaient appeler réfugiés, il y avait plus d'argent qu'un policier n'en avait vu ou n'en touchait. Természetesen voltak, és ezt a konkrét kollégáimtól tudom, akik ott voltak a határon, a Caritas munkatársai voltak, igazi rászoruló menekültek is valóban, akik az életüket mentették. Bien entendu, dans le flot, il y avait aussi des personnes qui sont réellement qualifiables de réfugiés, des gens qui vraiment cherchaient à sauver leur vie. De az bizonyos agresszivitás mellett megjegyezhető volt a szervezettség is. Mais en parallèle de l'agressivité notable, il fallait aussi noter que globalement c'était quelque chose d'organisé. Most nem beszélek az egyház feladatáról, arról majd később. A politikailag ugye Magyarországon azt kellett eldönteni, hogy most beengedjük őket, vagy nem engedjük őket. Avant d'en venir à la réponse et au rôle de l'Église, il a fallu donc en Hongrie politiquement décider est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les laisse entrer ou pas. Minden kontroll nélkül, mert nem voltak hajlandók már, amikor tömegestől érkeztek, regisztrálni semmi nem volt. Et bien entendu, on inutile de préciser que quand on dit laisser rentrer, il s'agit de laisser rentrer sans aucun contrôle. Amíg beengedtük őket, ezek mind tovább mentek Ausztria felé. Tant qu'on, au début, tant qu'on les laissait rentrer, ils continuaient leur chemin vers l'Autriche, puis l'Allemagne et la Scandinavie. Először nagyon lelkesen fogadták őket. Au début, d'ailleurs, ils étaient très accueillis avec beaucoup de volontarisme. Utána már nem annyira. Puis de moins en moins. Magyarországon is problémás helyzet alakult ki. En Hongrie aussi, des situations problématiques ont commencé à se développer. És egyrészt azzal vádolták Magyarországot, hogy a Schengeni egyezményt nem teljesíti, nem őrzi a határt. Et pendant ce temps-là, on accusait la Hongrie de ne pas respecter les accords de Schengen en ne protégeant pas la frontière extérieure de Schengen. Ha megpróbáltuk a Schengeni szabályok szerint eljárni. Et en même temps, lorsque la Hongrie appliquait à la lettre les accords de Schengen, on disait que la Hongrie était raciste, xénophobe, claustrophobe, etc. Itt is egy nagy adag kettős beszédet látunk. Az osztrákok voltak leginkább, akik zizálták, amikor Magyarország kapukat, és nem örültünk neki, mert mi igazán tudjuk, mi az a vasfüggöny, de kerítést kellett építeni. On est les premiers à savoir ce que c'est que d'avoir une barrière à sa frontière, puisqu'on l'a vécu en Hongrie. Donc on n'était pas content de devoir le faire, mais on a eu droit à un double discours terrible, notamment de la part de l'Autriche. A cél az volt, hogy bárkit fogadunk, aki a kapun jogszerűen jön be, de aki a kerítésen valon ugrál át, azt nem. Betörve, azt nem. Et les règles posées par l'Hongrie étaient simples. On accepte toute personne qui rentre par les portes prévues à cet effet, mais aucune personne passant illégalement la grille. Először Németország, Ausztria kritizált minket, hogy minden negatív jelzővel. Au début, on était vraiment très durement attaqué par l'Autriche et l'Allemagne, notamment. Hogy kerítést építünk. Du fait même d'avoir construit une barrière. Nem sokkal később az osztrákok is kerítést építettek. Un peu plus tard, les Autrichiens ont construit une barrière. De ők azt mondták, hogy az nem kerítés, hanem kapuszárnyak. Mais ils l'ont pas qualifié de barrière, mais d'une porte avec des ailes larges. Most már persze egyértelműen, most már ők is megváltoztak. Mais maintenant, l'avis du gouvernement autrichien a changé aussi. Na most szeretnék a keresztény válaszról beszélni. Maintenant, je voudrais parler de la réponse à apporter en tant que chrétien. Ce que dit le pape, l'Église et les évangiles n'est pas à remettre en question. Il est de notre devoir d'aider toute personne dans la misère et le besoin.
On ne demande pas si cette personne est bonne ou mauvaise, műveletlen, s'il est éduqué ou pas. Milyen vallású, ça, on ne demande pas sa religion. Az irgalmas szamaritánus példabeszél erre tanít. Oui, l'exemple du bon samaritain nous enseigne cela. Jézusnak a tanítása világos. L'enseignement de Jésus est clair là-dessus. De, azt is mondta Jézus, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók. Jésus a aussi dit, c'est une traduction de ce qu'il dit, donc peut-être que ce n'est pas l'évangile à la lettre en français, soyez szelidek, mint a galambok, soyez doux comme les colombes et rusés comme les serpents, ou intelligents comme les serpents. Ezzel is el kell másrészt. Ugye, ismerjük a koszorús lányok példabeszédét. A 10 szűzről szóló példabeszédet. Igen, on connaît l'exemple des 10 filles vierges. Ugye, amikor elfogy az olaj a butáknak, lorsque on vient à court d'huile, akkor kérnek a bölcsektől. Ils en demandent aux sages. De a bölcsek azt mondják, adnánk szívesen, de ha odaadjuk a miénket, akkor a végén nekünk se lesz, meg nektek se lesz. Mais les sages répondent qu'on le donnerait volontiers, mais si on vous le donne, à la fin, nous n'en aurons plus et vous non plus. Tehát egyrészt nyilvánvaló, hogy automatikusan mindenkit nem tudunk befogadni. Donc, il est évident qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Mert ez még azt is megszüntetné, hogy segíteni tudjunk később másoknak. Puisque, ne serait-ce que pour la raison que ça nous empêcherait d'aider d'autres à l'avenir. Másrészt. Önvédelem is fontos dolog. D'autre part, la défense de soi-même est importante aussi. Nem csak fizikai értelemben, hanem a kultúránk értelmében is az identitás. Pas seulement physiquement, mais aussi culturellement et du point de vue de l'identité. És de facto, ez a mostani migrációs hullám mindkettőt veszélyezteti. Et de facto, cette vague migratoire actuelle met en danger les deux. Mindezt nem azért mondjuk, mert nem akarunk, mert nem vagyunk felelősek. On ne dit pas ça parce que nous ne sommes pas responsables ou parce qu'on ne ressent pas de solidarité. Mindent meg kell tenni, ahogy mondtam, aki itt van és nyomorúságban szenved, segíteni kell, ez nem kérdés. Comme je l'ai dit, il faut aider toute personne dans le besoin. De ez csak egy része a problémának. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Nyilvánvaló, hogy ahonnan jönnek, ott kell segíteni őket. Il est évident que là où il faut d'abord les aider, c'est là d'où ils viennent. Az egyház megye mit tesz, erre majd a végén térnek. À la fin, je dirais ce que fait concrètement l'évêché. Most hagyd tegyek fel egy pár kérdést, hogy kinek lehet az érdeke ez a migráció. Je voudrais poser quelques questions. Premièrement, c'est l'intérêt de qui une telle vague migratoire voit le jour? Vagy ki az, akinek az érdeke, hogy ne legyen megoldás? Ou qui a pour intérêt qu'il n'y ait pas de solution à cette vague migratoire? Nyilván vannak, akik ideológiai szempontból, bár ezt nem mondják, örülnek ennek. Il y a des gens qui, pour des raisons idéologiques, même s'ils n'assument pas toujours, sont contents de cette situation. Mert nyilvánvaló, hogy egy bizonyos kritikus szám fölött, ha egy társadalomban érkeznek olyanok, akik nem akarnak semmilyen, a legjobb értelemben sem bekapcsolódni, hanem a saját kultúrájukat akarják előbb-utóbb ráerőltetni arra a befogadó társadalomra, akkor ez egyfajta, akkor aztán nyilván nem lesznek keresztény gyökerek Európában. Déjà, par exemple, parce que lorsqu'il y a une certaine masse critique qui rentre dans un pays et qui ne souhaite pas ni ne peut s'intégrer, ça a évidemment pour conséquence d'arracher les racines chrétiennes de ce pays, voire de l'Europe. Aztán nyilvánvaló, hogy bizonyos gazdasági érdekek Európán kívül csak örülnek annak, hogyha Európa gyengül gazdaságilag. Il y a aussi certains intérêts économiques extra-européens qui ont tout intérêt à ce que l'Europe s'affaiblisse. A harmadik, amit nem szabad elbagatellizálni, mert... Troisième raison majeure qu'il ne faut pas minimiser, puisque c'est devenu quelque chose à échelle industrielle, c'est le trafic humain, le travail des passeurs. Most ebben a helyzetben, az Európában a valódi keresztényeknek mit kell tenni?
Alors, dans ce contexte actuel en Europe, que doit faire le chrétien? Ahogy előbb is említettem, őszinte önvizsgálattal oda jutni, hogy rádöbbenjünk, nem elég hivatkozni keresztény értékekre, keresztény gyökerekre, hanem hiteles, korszerű tanulságot kell tenni róluk. Déjà, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce n'est pas suffisant de se réclamer de la chrétienté, mais il faut aussi, en toute honnêteté, le vivre et appliquer les principes. Aztán nyilvánvaló, hogy szolidaritás minden szenvedővel bárhol kell, hogy éltesse a keresztényeket Európában. C'est important qu'en Europe, que partout en Europe, la solidarité avec les nécessiteux soit un moteur pour les chrétiens. Nyilvánvalóan elsősorban a keresztényekkel. Et évidemment, en premier lieu, à l'égard des chrétiens. És ezekre a helyekre, társadalma, országokba lehetőleg minél több segítséget kell eljutatni. Et aider autant que possible ces pays, les pays chrétiens. Nem csak a keresztény országokba, hanem azoknak az országokba minél több segítséget, anyagit és egyéb segítséget is. Mais pas que dans les pays chrétiens, mais apporter donc des aides, notamment matérielles. Meggyőződésem, hogy ez a faj, előbb itt beszélgettünk, hogy az idők jeleinek is lehet ezt mondani. On en discutait tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait évoquer le signe des temps. Ez egy kis pofon az identitásukat önként és dalolva feladó keresztényeknek. C'est une petite claque aux chrétiens qui d'eux-mêmes renoncent à leur identité. Nem azt gondolom, hogy mostantól mindenki hívő gyakorló keresztény lesz Európában. Je ne pense pas que toute personne qui se réveille aujourd'hui devienne une personne chrétienne pratiquante. De azt viszont igen, hogy megint csak lesz egy olyan keresztény közösség, akik az evangélium utasítása szerint só és kovász lesznek Európában. Mais je pense qu'à nouveau, il y aura une communauté chrétienne en Europe qui en sera le nouveau fondement. És hogyha Európa nem tudatosítja a hittől függetlenül a keresztény gyökereit, hagyományait. Et si l'Europe n'assume pas ses racines chrétiennes, akkor elveszti identitását és öngyilkosságot követel. Alors elle perdra son identité et commettra un suicide. Na most befejezésképpen egy pár dolgot szeretnék említeni. Nem szeretnék itt nagyképű lenni, mert nagyon szerények vagyunk, és csak lehetőségeink szerint tesszük, amit teszünk, hogy ebben a migrációs kérdésben, problémában mi, mint egyházmegye, mit teszünk. Je voudrais en venir maintenant en toute modestie à ce que notre évêché a fait face à la crise migratoire. Először is nem vagyunk egy gazdag ország és egyházmegye. Avant toute chose, nous sommes un pays relativement pauvre et notre évêché l'est aussi. Még ezekben az években is minden évben egy templomot építünk a saját egyházmegyénkben, mert még mindig vannak olyan települések, ahol a kommunista diktatúra éveiben vagy lerombolták a templomot, vagy nem engedtek, hogy épüljön templom. Avant toute chose, encore aujourd'hui, tous les ans, nous en venons à construire une église, puisque sous le communisme, il y a eu un certain nombre d'églises qui ont été détruites ou d'autres qui ont été empêchées d'être construites. Ennek ellenére és ezek mellett, minden évben legalább egy templomot vagy egy iskolát építünk, vagy nálunk nehezebb helyzetben lévő ukrajnai vagy erdélyi közösségek számára. En plus de ça, nous construisons chaque année une église ou une école pour les nécessiteux, notamment pour des personnes en plus grand besoin que nous en Ukraine ou en Transylvanie. És emellett pedig mindig Indiában vagy más ország Indiában is ezt tesszük. Mais aussi en Inde, par exemple. Ez az egyik. A másik, hogy nem nagyon számít, mi képességeinkhez képest igen jelentős. 5 éve, nem most, 5 éve 8 ösztöndíjat, teljes körű ösztöndíjat adunk.
Szegeden, az egyetemen, a orvosi karon, angol szekcióban, az orvosi karon, 8. teljes ösztöndíjat adunk indiai-nigériai diákoknak. Ce que nous faisons aussi, c'est que chaque année, nous donnons 5 bourses d'études qui couvrent tous les frais pour des étudiants en médecine, étudiants en anglais à Szeged, venant d'Inde ou du Nigeria. Et parmi ceux-là, il y a en l'occurrence 3 musulmans. Ceux-là ensuite rentrent et travaillent en tant que docteurs dans leur pays d'origine. Aztán egy másik dolog, Európai Egyházakkal együtt Magyarországon is a Magyar Püspöki Kar tartott egy országos gyűjtést szíriai menekültek számára, hogy ott segítsék meg őket. Ensuite, au niveau national, en Hongrie, l'Église catholique de Hongrie a fait une collecte pour aider les chrétiens d'Orient en Syrie. Tout comme de nombreux autres évêchés européens. Mais nous avons fait une collecte exceptionnelle. Je connais un prêtre maronite en Syrie qui travaille avec beaucoup de fois dans des conditions très difficiles. J'ai fait une lettre pour mes fidèles pour demander une collecte. Et en 2 semaines, on a réuni l'équivalent d'une somme de 50 000 euros. C'est pas une grosse somme en soi, mais à notre petite échelle, c'est quelque chose d'important. Je voulais l'envoyer donc à la communauté chrétienne en Syrie. Mais en Syrie, ils ont répondu qu'ils étaient très reconnaissants pour chaque centime, mais qu'ils souhaitaient que je vienne en Syrie pour témoigner le rapport humain, puisque personne ne fait suffisamment attention à eux. Évidemment, je ne pouvais pas refuser. Et donc, avec l'aide d'un diplomate, je me suis rendu en Syrie. J'y étais il y a un mois, c'était une expérience formidable. J'ai été à Damas et sur la partie littorale. J'ai rencontré le grand mufti de Syrie. Qui en l'occurrence a perdu un de ses fils qui combattait l'État islamique. J'ai fait une messe en plein air à la paroisse que nous avons aidée. Là, j'ai été accueilli conjointement par les catholiques et les musulmans. Là-bas, eux ont toujours su vivre en paix. Et séparément, j'ai pu avoir le témoignage des catholiques et des musulmans qui m'ont dit la même chose, que ce conflit est nourri par différentes forces extérieures. Mais ce qui était très émouvant, c'est qu'ils ne se plaignent pas. La seule aide qu'ils demandent, c'est pour pouvoir repartir, reconstruire, redémarrer quelque chose sur place. Notamment, ce qu'ils ont pu demander, c'était des bourses d'études.
egyáltalán nem akarnak eljönni, a katolikusok nevében beszélek, eljönni Szíriából. Ce que m'ont témoigné les catholiques là-bas, c'est qu'ils ne veulent absolument pas partir de Syrie. Ugyanakkor, ahol harcok vannak, ott tényleg onnan menekülni kell. Mais en même temps, là où les combats font vraiment rage, il n'y a pas d'autre choix que de fuir. Tudjuk, hogy 6 millió belső menekült van. Il y a plus de 6 millions de réfugiés en interne, donc des Syriens déplacés en Syrie. És reménykednek abban, hogy újrakezdhetnek. Et ils gardent espoir de pouvoir reconstruire à l'avenir. Ahogy utaltam rá az elején, az egyház megye már két évvel ezelőtt felajánlott szír menekülteknek 1000 főnek befogadást, családoknál szállást, befogadást. L'évêché de Szeged a proposé à 1000 chrétiens syriens d'être accueillis pendant la durée de la guerre dans l'évêché. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mert egyrészt a legtöbb keresztény nem akar eljönni. Mais c'est pas évident puisque la plupart des chrétiens ne veulent pas partir. És ebben segítjük is őket, hogy maradjanak. Et donc nous, comme je l'ai dit, nous les aidons pour qu'ils restent d'ailleurs. Akiknek sikerül eljönni és el kell jönni, azok meg már meglévő rokonokhoz. Et en général, ceux qui arrivent déjà, les chrétiens qui arrivent déjà à partir, en général rejoignent plutôt de la famille ou des amis en Europe. Tehát röviden mindaz, amit amit sok keresztény gondol Magyarországon és a kormány is jelenleg ezzel kapcsolatban. Nem azért van, mert nincs bennünk szolidaritás. Donc c'est important de comprendre que ce que la société ou le gouvernement hongrois dit, ce n'est pas un manque de solidarité. Seulement premièrement, il s'agit d'abord de faire face à un grand nombre de dangers. Et ensuite, la solution à long terme n'est évidemment pas l'accueil massif. Ettől, ahogy említettem már többször, teljesen függetlenül, a ténylegesen bajba levők kell ott a határon. Mais évidemment, indépendamment de tout ça, les nécessiteux à la frontière. Az egyház megyénk karitásza mindent megtesz, amit lehet. Reçoit toute l'aide que peut offrir le Caritas et l'évêché. A befogadó táborokban ott vagyunk étellel, itallal, ruhával, télen melegítővel. Dans les camps d'accueil, nous sommes présents et nous donnons nourriture, eau, vêtements. A táborokban ma is ott vagyunk még. Nous sommes toujours présents dans tous les camps. És egy érdekes tapasztalatunk volt, a mi egyház megyénk volt. Egyébként van 4000 állami gondozott árva, vagy megárvult, vagy családtól elvett, vagy a család kitagadott fiatalt, 4000 magyart foglalkozunk. Entre parenthèses, à côté de ça, on s'occupe aussi de 4000 orphelins hongrois sur place. Ezért hivatalosan felvállaltuk, hogy mi voltunk az a befogadó, az egyház, egy katolikus intézmény volt a befogadója azoknak a kiskorú határon átjövőknek, akik kíséret nélkül voltak. Et c'est pour ça que nous avons aussi proposé d'utiliser notre institut, donc notre orphelinat, pour accueillir les petits qui passeraient sans accompagnant, sans famille, à la frontière. C'était une expérience très particulière. Il y a parmi ces jeunes encore quelques-uns qui sont restés. Nagyon sokan megszöktek és mentek, mert nem akartak Magyarországon. Mais beaucoup se sont enfuis parce qu'ils ne voulaient pas rester en Hongrie. Úgyhogy nem tudjuk a sorsukat. Et donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Most Magyarországon ugye a kérdés az, hogy népszavazást írtak ki azzal kapcsolatban, hogy aminek röviden az a kérdése, hogy elfogadható megoldás-e az, hogy megmondják Brüsszelből, hogy melyik ország hányat fogadja be. Comme vous l'avez peut-être entendu, il y aura un référendum le 2 octobre en Hongrie qui pose grosso modo la question suivante. Acceptez-vous que Bruxelles puisse imposer des relocalisations en Hongrie sans l'accord du Parlement? De
Nem azért tiltakozunk, mert nincs bennünk szolidaritás, hanem szerintünk még mindig Európa, a politikusok, a vezetők még mindig nem tesznek meg mindent a valódi megoldás érdekében. Et on ne s'oppose pas à Bruxelles pour d'autres par manque de solidarité, mais parce que nous pensons que les politiciens de Bruxelles ne font pas le nécessaire. Akik pedig azért kritizálnak bennünket, mert nyíltan megmondjuk az őszinte véleményünket a helyzetről. Et à ceux qui nous critiquent parce que nous donnons notre avis sincèrement sur la situation, ils ne font pas un dixième de l'aide que nous apportons. Mais ça, je le dis en toute bonté. Voilà ce que j'avais à vous dire, et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Ha nem keresztényekről van szó, előfordult-e olyan, hogy katolikussá váltak valamennyien? Ilyet nem tudok ilyenről. Je ne connais pas de tel cas. De azt kell tudni, hogy Magyarországon csak átmentek korábban is a tömegek, most pedig rendezetten. De át akarnak menni, nem akar Magyarországon maradni sem. Avant la barrière comme maintenant que l'entrée est plus contrôlée, la Hongrie reste à leurs yeux un pays de transit, donc en général ils ne restent pas. Akikkel kapcsolatba kerülünk, azok nem is akarjuk őket téríteni, nem erre, a karitatív munka nem erről szól. Mais ceux avec qui nous rentrons en contact à travers notre travail de charité, nous ne cherchons pas à les convertir. És nem szeretnék általánosítani, de nagyon sokszor inkább a kereszténységet sértő agresszív magatartást tanúsítanak. Et je ne veux pas généraliser, mais souvent on est témoin de comportements hostiles à l'égard de la chrétienté. Amiért nem sértődünk meg, de ez tény. On ne s'en formalise pas, mais c'est un fait. Néhány keresztény család pedig Irakból is, Szíriából is letelepedett Magyarországon, csak ezeket érthető okokból nagyon óvatosan kell kezelni. Biztonságuk érdekében. Il y a aussi quelques familles d'Irak ou de Syrie qu'on puisse installer en Hongrie pour le moment, mais ils ont un traitement particulier aussi pour des raisons de sécurité. Voilà. C'est-à-dire ? Est-ce qu'ils sont dirigés plus dans les villes, Esztergom, Budapest ou Szeged, ou est-ce que ça va plus dans les petites villes de campagne directement ? Azt kérdezi, hogy a migránsok mennek-e a kis falvakon, vagy inkább csak a nagyvárosokon átmennek? Hát azt látjuk, hogy kezdettől fogva, hogy irányítva vannak. Depuis le départ, déjà, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils sont dirigés. Egész katonai alakzatszerűen irányított módon mennek. Ils ont des trajets qui évoquent une organisation militaire. Nyilvánvaló, hogy akik őket például biztatják különböző jelszavakra, volt egy próbálkozás most éhségsztrájkot akartak, vagy csak azt engedik be Magyarországon, aki regisztrálni akar és menedékjogot kér. De most úgy akartak bejönni, hogy ezt ne kelljen megtenni, és ezért például éhségsztrájkot tartottak. Donc la Hongrie actuellement a réussi à faire en sorte que ne puissent rentrer que ceux qui s'enregistrent légalement, mais c'est quelque chose qui n'est pas accepté, et notamment des ONG ont poussé des migrants à faire une grève de la faim à la frontière pour essayer de rentrer sans passer par cette démarche. De kiderült hamar, hogy ezt az éhségsztrájkot ismeretlenek szervezték, és hamarabb is hagyták.
Mais ça a été trop vite, très très rapidement découvert que c'était organisé par des gens qui ne sont pas du tout des migrants et donc c'est tombé à l'eau. Meg el is kiderült, hogy ugyanazokat a feliratokat, plakátokat, táblákat használták a magyar határon. Mint? Mint egy pár hónappal korábban, pár száz kilométeren a démás. Ce qui a pu être aussi constaté, c'est que des pancartes qu'ils utilisaient à la frontière, donc du côté serbe de la frontière, c'était les mêmes pancartes qui avaient été utilisées quelques mois plus tôt ailleurs en Hongrie. Donc voilà. Mik az arányok a férfiak, a nők és a gyerekek között? Hát ilyen fénykép, manipulált fényképeket láttunk is, ugye, hogy a gyerekeket és az öregeket, meg a nőket, azokat pajzsként használják sokszor. On a vu beaucoup de photos de propagande ou de photos manipulées qui mettaient en avant des vieillards ou des femmes et des enfants qui étaient utilisés par ailleurs comme boucliers humains. Ismerik talán azt a klasszikus fényképet, hogy a kisgyereket a saját apja, vagy nem tudom, felnőttek, rátették a sínekre. Vous avez peut-être vu cette photo où un petit enfant est mis sur les rails par ses propres parents, ou peut-être pas d'ailleurs. A rendőr pedig fölvette onnan. Le policier, ou c'est une vidéo, le policier le prend. És a kommentár az volt, hogy a rendőrség a gyerekeket a sínre teszi. Et le commentaire disait que c'était la police qui mettait les enfants sur les rails. Bien plus tard, ils se sont excusés, mais le mal était fait. De par ma propre expérience en parlant avec les policiers et autres, je sais qu'ils agissent de façon très humaine. Donc voilà. Et de hogy akkor a kérdésre válaszolj, akkor az arány? Ja, és az ezek után az arány akkor körülbelül, most én nem statisztikáról nem tudok, de a tapasztalatból azt mondja, mondjuk 10% sincs nő. Donc je ne peux pas donner de statistiques précises, mais ma propre expérience c'est qu'il n'y a pas 10% de femmes. Monseigneur, vous parlez d'un mouvement migratoire qui est organisé, donc certainement par des passeurs, mais est-ce que vous faites également référence à d'autres forces, qu'elles soient ONG ou même des États, que ce soit en Europe ou ailleurs? Si oui, quelles sont ces forces et pourquoi organisent-elles ce mouvement migratoire? Egyfajta szervezet migrációról beszélt. Ugye vannak valószínűleg hát az embercsempészek, NGO-k, civil szervezetek, illetve talán államok, vagy magasabb szintű, és akkor kik ezek miért teszik? Pontosan ezek nyilván az embercsempészek is ezt kikényszerítik. Donc, nyilván NGO-k is, akiket szintén pénzzel valaki. Donc déjà, il y a les passeurs, c'est tout un réseau mafieux. Il y a aussi donc les ONG, mais qui sont financés par des personnes. De például egy érdekes tapasztalatomat hagy mondjam el Szíriában. Az egy általános jelenség, hogy oda megy valaki az illetőhöz, olcsó áron megveszi a birtokát, házát vagy a területét. C'est quelque chose que j'ai pu constater en Syrie. Il y a des endroits où certaines personnes sont, pour ainsi dire, mises sur la route de migration. Quelqu'un vient, le contraint à lui vendre sa maison, il lui rachète et il dit, tu l'accompagnes jusqu'à la frontière ou le fait partir jusqu'à la frontière, il lui dit, tu ne pourras pas revenir. Donc ils font partir. Les conditions de ce suicide, peut-être en évitant le
kérdése, hogy beszélt korábban egyfajta európai öngyilkosságról, és hogy ezt Magyarországot tekintve lehet-e mondani, hogy a kommunizmus diktatúra pont erre vezet, erre az öngyilkosságra, vagy pont fordítva, ennek az emléke erősíti meg az identitás túlélés. Nagyon érdekes tapasztalat, ugye a rendszerváltáskor azt tapasztaltuk, hogy a úgynevezett nyugaton a fogyasztói társadalom már nagyon súlyos, káros következményekkel jár, és úgy gondoltuk, hogy hát ha tanulva negatív tapasztalatokból, meg lehet spórolni valamit az időben, nem kell ugyanazt a hibát nekünk is elkövetni. Une chose déjà très importante, c'est qu'au changement de régime en 90, en constatant ce qui était vraiment la société de consommation, on a pu se dire qu'elle avait déjà fait beaucoup de dégâts et qu'on n'aurait pas forcément à refaire les mêmes erreurs. Donc on a appris déjà de certaines erreurs qu'on a évitées. Kikerülni nem lehet, de lerövidíteni úgy tűnik, hogy igen. On ne peut pas vraiment les éviter, mais les minimiser, oui. Tehát ez tény, és nem azért, mert mi keményebb legények vagyunk, mint nyugaton, de talán abból, amit láttunk, tanulva úgy tűnik, hogy ezekben az országokban azért az identitásukhoz jobban ragaszkodnak, és ezért nagyobb a immunitás. Et cette constatation fait que c'est pas parce que nous avons plus de valeur que les gens de l'Ouest, mais c'est de ces constatations que nous accrochons plus à notre identité. Ennek az analógiájára például mi egyáltalán nem az Európai Unió ellen vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy az Európai Uniót igazából erős identitása rendelkező, a saját kultúrájukat, értéküket megélő, arról tanúskodó senki ellen, hanem éppen az önmaguk értékeit bevívők, importálók az Európai Unióba, ezek a nemzetek tudják igazából erősíteni. Et c'est pour ça, par exemple, aussi que nous ne sommes pas contre l'Union européenne, mais que nous voudrions que ce soit que nous pensons que les pays, que ces pays-là, d'Europe centrale et de l'Est, peuvent renforcer justement l'Union européenne pour la protection de la culture et de l'identité. Tehát éppen ezen a helyen azért elmondhatom, nem, hogy éppen a kereszténység volt az egy igazi pozitív globalizációs tényező. Je crois qu'en ces lieux, je peux le dire, le seul outil quelque part de mondialisme qui était positif, c'était la chrétienté. Hisz kezdettől fogva arról volt szó, hogy nem kell egységes szokásokat kötelezővé tenni. Puisque depuis le début, il ne s'agit pas de rendre des habitudes communes et obligatoires à tous. Nem mindenki megtarthatja a vérmérsékletét, a saját értékeit, és mégis egységes a katolikus egyház. Mais tout le monde peut garder ses valeurs tout en ayant une église unie. Nem mindig volt egyértelmű, volt olyan, amikor mondjuk Afrika, a missziókban először meg akartak tanítani, hogy európai öltözéket viselni. Ça n'a pas toujours été évident, puisqu'il est arrivé que les missionnaires en Afrique, par exemple, essayent d'imposer un habillement européen. Latinul kötelezően beszélni. Ou rendre obligatoire de parler le latin. A nyugati kereszténység liturgiáját, szimbólumát kötelezővé tenni. Ou essayer aussi de rendre obligatoire des symboles ou des liturgies typiquement européennes. Mais ils ont compris que ce n'était pas la bonne méthodologie et c'est ce qu'on appelle l'acculturation. Quelqu'un n'a pas besoin de renoncer à ses propres éléments d'identité. Mais c'est le but est de devenir le membre d'une communauté plus grande tout en gardant ce qui constitue notre identité. Vagy hát annak, hogy mi most itt katolikusok lehetünk, annak köszönhetjük, hogy amikor az első apostoli zsinat összeült, akkor eldöntötték, hogy nem kell mindenkinek átvenni a zsidó szokásokat, hanem elég, hogyha csak a
krisztusi hitet, és mindenki a saját szokásait megtarthatja, nem kell a zsidó kultikus szabályokat átvenni, mindenki az értékeit megőrizheti, a keresztség az, ami egyé kapcsol bennünket. Et ça, on le doit au premier concile, Paul et les apôtres se sont assis pour amener une décision pour savoir qui peut devenir chrétien et pour décider des conditions. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas reprendre la liturgie et les rites juifs. Mais ils ont fait en sorte que tout le monde puisse devenir chrétien et avoir une église unie sans reprendre des rites juifs. Ah, mais j'ai un peu, j'ai fait un petit aparté, désolé. Bemutat kozott, úgy mint újságíró, aki a Prezon, ami a Jelen nevű újság, ami az egyetlen nyíltan katolikus újság. Nagyon szépen köszönjük, különösebben, mint katolikusok és úgymond ellenálló fiatalok ebben a rendszerben, ami a beszédét nagyon köszönjük, ami nagyon más, mint amit itt a francia egyház szokott mondani. És szeretem volna megkérdezni, hogy van-e esetleg egy üzenete a franciaországi püspököknek, akik elfogadják a multikulturalizmust, vagy mert naívak, vagy azért, mert egyetértenek? Nyilván Franciaországban sokkal több püspök van, mint Magyarországon. Il y a beaucoup plus d'évêques en France qu'en Hongrie. De azért néhányat ismerek Franciaországban is, aki szerintem hasonló módon gondolkodik erről. Mais j'en connais quelques-uns qui pensent comme moi. Ennyi? Ce sera tout. Akkor nincs üzenet, akkor. Nem akarok okosabb lenni másnál. Et je veux pas donner de leçon à qui que ce soit.